Mai vendégeink dr. Molnár Sándor, a Szent György Lovagrend háznagya, és Tornyi László, a szervezet összekötője. Megalakult a Szent Györgyi Lovagrend Bács-Kiskun megyei priorátusa. Erről lesz szó ma este. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a nézőket és a kedves riporterhölgyet. Mikor alakult pontosan ez a lovagrend, és milyen céllyal jött létre? Hát ez nagyon érdekes ennek a története. 1326 Szent György napján Visegrádon alakult meg a Szent György lovagrend. A király maga hozta létre. Első Károly, vagy Károly Robertnek is hívjuk itt Magyarországon, ő első Károlynak hívta magát. Úgyhogy Temesvárról lóhalálába rohant Visegrádra, hogy ezt a jelentős eseményt megtegye, és sikerült is ez neki. A statútum már, az alapítókirat az elő volt készítve. Az az esztergomi káptan előkészítette, és ő a kis partikulusait, a kis utasításait ráírta. Majd a végén pedig aláírta. Ez 1326 Szent György napja. Na most ez a statútum, ez az alapító okirat, ez meg is van az országos levéltárban, mint rendkívüli különlegességet őrzik, a Majtényi család hagyatékából került oda. Milyen értékek mentén szerveződött ez a lovagrend? A királynak, minden magyar királynak, akit a Szent Koronával megkoronáznak, nagyon fontos feladata volt a jólét biztosítása az alattvalói számára. Tehát így a a karitász vonal már akkor is működött, akkor ezt nem is hívták így, hanem királyi feladatnak hívták. Az elesettek és szegények gyámolítása, anyagi javakba való részesítése. Azon kívül az akkori Szent György lovagok adták a király testőrségét. A fellegvárba őrizték a Szent Koronát, rendkívül fontos feladatuk volt, valamint a lovagi játékokat szervezték, és azon részt is vettek, szervezték és bíráskodtak rajta. És hogyan alakult ez át mára? Ma mi a legfontosabb feladata ennek a lovagrendnek? Hát igen, ugyanígy szőr mentén. Az egyik nagyon fontos tevékenységünk a karitász, megint csak az elesettek, rászorultak segítése. A másik, ami mint magyar alapítású lovagrend feladata, a magyar hagyományok őrzése, a történelem kutatása. A hagyományőrzéssel biztos találkoztak már a kedves nézők a visegrádi palota játékok alkalmával, ahol az európai írű lovagok mérik meg tudásukat. A tudományos munkákról pedig az is nyáron tartjuk a nyári egyetemet, és ott a nyári egyetemen mindig egy-egy kor tudományos, történelemtudományos különlegességeit tárjuk fel. És erről pedig egy könyvet is megjelentettük minden esetben, például így néz ki. Most el is hozott magával. Igen. Mekkora a jelenlegi tagság? Hát 300 fő. 300 fő, és azt is el kell mondanom, hogy az elcsatolt területeken is vannak priorátusaink mindenütt most már, és Nyugat-Európában is, Skandináviában is, és most már a Baltikumban is. Mik a megyei szervezet feladatai? A megyei szervezet feladatai tulajdonképpen ugyanaz, mint amit az országos szervezet előír, annak a helyi megvalósításában működnek közre a lovagok, akik Kecskeméten, illetve a megyében dolgoznak, illetve vesznek részt a lovagrend munkájába. Ugyanúgy a karitász, hagyományőrzés, minden az, ami a lovag rendtartásába, szabályzatában le van írva, azoknak a megvalósítása. Itt Kecskeméten hány tagja van a lovagrendnek? Kecskeméten 16 tagja van a lovagrendnek, plusz a vezetők, akik úgymond, tehát a prior és a nagy prior, tehát összesen 18-an vagyunk, akik a kecskeméti csoporthoz tartoznak.
Ez most, mivel hogy átalakult az egész szervezet itt a megyébe, most ez is egy kicsit olyan átszervezés alatt áll. Próbáljuk egy kicsit főrázni, újjáépíteni, újjászervezni, megmutatni egy kicsit magunkat a városnak és a környékének, hogy vagyunk és hogy mit csinálunk, mik azok a feladatok, amikkel szolgálni tudjuk a városunkat és a környékét. Meséljen nekünk egy kicsit erről, hogyan kell elképzelni a lovagrend mindennapi életét, milyen gyakran találkoznak, ülnek össze? Hát ez eseti dolog, tehát ez nem olyan, hogy most havonta kötelező összejönni, ahogy a feladatok megkívánják. Hát van, amikor havonta találkozunk, van, amikor két havonta, ha olyan, akkor lehet, hogy esetleg három havonta. Nyilván nyáron kevesebbet találkozunk, ott esetleg akinek van hozzá lehetősége, kedve és akarata, az elmehet a palotajátékokra, vagy elmehet a nyári egyetemre, de egyébként hát ugyanúgy, mint az egyéb életben, az ősszel, télen, tavasszal folytatjuk a munkánkat. Mindazt a tevékenységet, amit az előbb elmondtam, próbáljuk megvalósítani. Most például a 2018-as évben gyűjtöttünk amennyit a kecskeméti lovagok össze tudtak adni, közel 200 ezer forintot, amit a megyei kórház részére átadtunk támogatásként. A másik pedig, ami ilyen fontos dolog volt, hogy az ősszel egy elég nagy mennyiségű ruha és cipő adományt tudtunk itt a környékbelieknek szétosztani, és ezzel tudtunk segíteni a rászorulóknak. Kik lehetnek a tagok, milyen feltételeknek kell megfelelni? A Szent György Lovagrend rendi alkotmánya ezt előírja. Bármilyen magyar állampolgár lehet, jelentkezni kell nálunk, a priornál, a priorátusnál, és akkor várományosként dolgozik nálunk, ha kölcsönösen megfelelünk egymásnak, akkor várományosként dolgozik nálunk, és ha mindkét fél úgy akarja, akkor avatásra kerül sor. Az avatás helye most már mindig Visegrád, a Mátyás palota. Tehát ott, ahol az eredeti avatás is volt. Mind a kettejükhöz szól a kérdés. Önök anno miért tartották fontosnak, hogy belépjenek ebbe a lovagrendbe? A mi családunkban a katonai hagyományokat tiszteljük. Volt egy pár, most úgy mondják, ugye, hogy hortista katona tiszt a családban, de ezen túlmenően a lovag és a bajtási erények vonzottak engem. Tehát, hogy ezt megmutatni. A másik az, hogy tulajdonképpen egy magyar alapítású lovagrendben vehettem részt, mert egyébként mondjuk származási alapon mehettem volna máshova is, de ez egy magyar alapítású lovagrend volt, és ez nagyon izgalmas. És ön mit választott? Nekem más kötődésem van. Én tulajdonképpen kívülről figyeltem már elég régóta, tehát ismerem és tudom a lovagrendet, tudok róla bizonyos dolgokat, figyeltem a tevékenységüket, nekem mindig szimpatikusnak tűnt. Aztán a sors úgy hozta, hogy a fiamat hamarabb felvették a lovagrendbe, mint engem. És amikor az ő munkáját, illetve hát ő rajta keresztül már közvetlenebbül beleláttam a lovagrend életébe, és nagyon tetszett, és magaménak éreztem mindazt, amit a lovagrend célként tűz ki maga elé, és amit végez. És amikor engem is meghívtak a lovagrendbe, megtiszteltetésnek éreztem, és örömmel vállaltam a munkába való részvételt. Mit lehet tudni a tagokról? Most elmondta, hogy az ön fia is tag a korosztályt tekintve, vagy érdeklődési kört. Hát, mint minden civil szervezet, mert hát végül is ugye a lovagrend és a civil szervezetek közé van besorolva, ez is korosztályos problémákkal küzd, azért itt is többségben vannak az idősebb tagok. Nekünk Kecskeméten egy picit szerencsénk van, mert azért a lovag társaink között vannak fiatalok, és azért ez azért egy kicsit javít az átlag életkoron, tehát azért vannak közöttünk ilyen 30-40 éves tagok is egy néhányan, tehát azért itt most úgy tűnik, hogy sikerült a fiatalokat megszólítani és bevonzani a lovagrendbe, ami nyilván, hogy a célunk, hogy a fiatalokat tudjuk behozni, hogyha nekünk kiesik a kard a kezünkből, akkor legyen kinek továbbadni. Mennyire cél a bővülés? Nem feltétlenül. Én inkább kivárjuk az arra alkalmas szemét. És még visszatérve erre az előző kérdésére,
Ha valaki megnézte a Szent Jobb körmenetet már pár évvel visszamenően, mindig a Szent György lovagrend vezeti a körmenetet, és ott látják az apródokat. Az apródok, ők a kicsik, javarészt óvodások, kisiskolások. Úgyhogy minden korosztály képviselteti magát. Így van, igen. Minden korosztály képviselteti. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és további sikeres működést kívánok Önöknek. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.